Olaszországban hétfőtől szigorú korlátozásokat vezettek be. Csak az oltottak vehetik igénybe a tömegközlekedést, ülhetnek be az éttermekbe, bárokba, színházakba, látogathatják a múzeumokat. A negatív Covid-teszt nem elegendő. Az úgynevezett Super Green Pass meglétét rendőrök ellenőrzik. Nekem nem jelent problémát az oltás felvétele, sőt, mondja egy milánói nő. Így van esélyünk túljutni a járványon, és emberéleteket menthetünk meg. Jó ötlet, csak nehéz ellenőrizni, véli egy milánói férfi. Ez a Super Green Pass ellentmondásosan korlátozó. Korlátozó, mert negatív Covid-teszttel sem mehetsz éttermekbe, bárokba, és ellentmondásos, mert vásárolni viszont az oltatlanok is bemehetnek. Ad hangot ellenérzésének egy római barista. A járványügyi szigorítások részeként szombattól több olaszországi városban, egy Rómában, Milánóban, Torinóban is kötelez az arcmaszk viselése a forgalmas bevásárló utcákban, a turisztikailag frekventált városrészekben. Egy római buszmegállóban 400 euróra, 140 000 forintra büntettek egy buszról leszálló oltatlan férfit.